Nem csoda, hogy a Magyarországról és Lengyelországról alkotott kép nyugaton nem kedvező, hiszen újságírók politikai érdekből a soros szervezetek támogatásával szándékosan rossz színben tüntetik fel hazánkat. Így reagált Kovács Zoltán államtitkár azokra a nyilvánosságra került nyilatkozatokra, amelyekből kiderül, hogy Magyarország ellen szervezett lejárató akciók zajlanak. Kiállt hazánk mellett a Budapesten tartózkodó lengyel fejlesztési alapokért felelős miniszter is, aki szerint kettős mércét alkalmaznak a két országgal szemben. Vannak alapítványok, mint például a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa, vagy számos egyéb szervezet, akik szintén nagyon aktívak Magyarországon. Minket ezek az alapítványok finanszíroznak. Többnyire globális és nemzetközi ügynökségek vagy alapítványok. Ismert el az Újságok és Hírkiadók Világszövetségének vezérigazgatója egy francia blogon, kik a támogatóik. A rendszer ezernyi médium mellett olyan orgánumokat kapcsol össze, mint a Financial Times, a The Economist, a The New York Times, a Die Welt vagy a La Repubblica. Az írás szemléző Magyar Nemzetben az is olvasható, hogy Vincent Peyrin elismerte, hogy Magyarországról készített felméréseik olyan újságírókhoz kerülnek, akik alig ismerik hazánkat, de a cikkeikkel a közvéleményt és a politikusokat Budapest ellen tudják hangolni. Az írás csak rövid ideig volt elérhető a blogon, a bejegyzést utólag törölték. Mint fogalmaznak, az nem felelt meg a szerkesztőség szabályzatának. Nem ez az első eset, amikor a hazánkat célzó kettős mércét leleplező dokumentumok kerülnek nyilvánosságra. Egy videóinterjúban a Soros Alapítvány egykori igazgatója részletesen elmesélte, hogyan működik a brüsszeli kettős mérce. A felvételt a Magyar Nemzet hozta nyilvánosságra. Gondolja, ha szocialista lenne a magyar miniszterelnök, akkor máshogy állna hozzá a média és az unió? Hangzik el a kérdés, és jön rá a válasz. Teljes mértékben. Miért csodálkozunk azon, hogy a Magyarországról vagy éppen Lengyelországról alkotott kép olyan, amilyen? Nem csoda, hogy a Magyarországról és Lengyelországról alkotott kép nyugaton nem kedvező, hiszen a szóban forgó hírügynökségek és sajtóorgánumok politikai érdekből a soros szervezetek támogatásával rossz szándékból előállított híreket, elferdített tényeket tárnak a nyilvánosság elé, így beleavatkozva a magyar belpolitikába. Nyilatkozta az M1-nek Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár az uniós források visszatartásával való fenyegetést egy újabb beavatkozási formának nevezte. Példaként pedig a gyermekvédelmi törvényt hozta fel. Nem fogunk engedni a zsarolásnak, ebből lesz fakad, mert pontosan tudjuk, hogy egy politikai akcióról van szó, szó sincs szakmáról. Kettő, olyan hálózatok és olyan véleményformálók állnak mögötte, amelyeknek eleve más politikai célkitűzéseik vannak, rossz szándékuk van, amelyet egyébként Magyarországgal szemben az elmúlt években, évtizedekben oly sokszor kifejeztek. Sokszor látjuk, hogy igazunk van, mégis bizonyos döntések és vélemények kettős mérce alapján születnek meg a két országgal kapcsolatban. Jelentette ki a Híradónak Lengyelország fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős minisztere. Sokaknak nem tetszik, hogy Magyarország és Lengyelország ilyen ütemben fejlődik. Ezért különböző eszközöket alkalmaznak a két országgal szemben. Ilyen azoknak az újságíróknak a tevékenysége is, akiket nem a tárgyilagosság irányít. Ők sokszor valótlan tartalmakat tesznek közzé. Ezt tapasztaljuk Lengyelországban is, mondta Zsegos Puda. A miniszter hozzátette, nem lehet alapozni az álhíreket gyártó újságírókra. Azt kell helyette megnézni, hogy az uniós források felhasználásával milyen eredményeket ért el, mennyit fejlődött a két ország.